nagyon megtisztelő és kitüntető dolog. Különösen nagyjából tudom, hogy ezt egy szakmai grémium ítéli meg. Ugye a proféták általában nem szeretnek kötéllek állni, hiába kapacitálja az Úr őket, és amikor Ámosz profétát az Úr felszólítja, akkor egyetlen képpel magyarázza el neki, hogy képpel, hogy miről kell profétálnia. Az pedig a következő. Az Úr egy zsinór mértékkel, egy függő onnan lebeg egy téglafal előtt. Mit látsz? Proféta válaszol, függő ont. Kész. Elmagyarázták neki, hogy miről kell profétálnia. Hát ilyen képeket kell a filmekben csinálni. Amit én a legnagyobb teljesítményemnek tartok, az a célfotókamerával készült filmek. Ugye van egy 15 perces, és van egy komplett játékfilm vele, másfél órás. Létezik-e a térábrázolásnak valami más formája? És ezt a célfotókamerában találtam meg. Tulajdonképpen ez érdekelt legjobban az életemben.